Megint viharokkal ért véget a hőség, tegnap napközben a fél országra a legmagasabb figyelmeztetést adta ki az országos meteorológiai szolgálat. A katasztrófavédelem munkatársait már több mint 1300 esethez riasztották. Az utóbbi hetekben az országon több olyan vihar is végigvonult, amely jelentős károkat okozott. Erről és az utasbiztosításokról is beszélget a MABISZ kommunikációs igazgatójával Titanilla. Így van, Lambert Gábort köszöntöm a stúdióba, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket! Valóban itt az elmúlt hetek vihar szempontjából elég eseménydúsak voltak. Legutóbb ugye tegnap vonult át egy ilyen zivatarlánc az országon. én néztem itt a radarokat, azért ott a Balaton környékén, Baranya megyében elég cudar időjárás volt. Nyilván erről még nincsenek adatok, a korábbi hetekről talán már inkább. Mennyire látszik az, hogy idén több a viharkár, több a bejelentés, mint a korábbi időszakban? Valóban júliusra összegeztük már az adatokat, és a nap folyamán ki is adunk majd erről egy közleményt. Az látszik, hogy az elmúlt évek legvészterhesebb hónapja mögöttünk, tehát leginkább katasztrofával sújtott hónapja úgy tűnik, hogy az összesített káradatok, amiben benne vannak a lakásbiztosítási bejelentések, az ipari létesítményekből érkező jelentések, illetve a kaszkókárok is, akár a 10 milliárd forintot is megközelíthetik. Ez valóban egy kirívó összegnek számít az látszik el, hogy ugye a szakemberek folyamatosan mondják, a időjárással foglalkozó elemzők, hogy hozzá kell szoknunk ezekhez a szélsőséges jelenségekhez, hogy többször lesz jégverés, hogy többször lesz olyan szél, ami kárt okoz, több eső fog esni rövidebb idő alatt, könnyebben beállhat a pince, stb., hogy többen vannak, akik gondolnak erre és kötnek biztosítást az ingatlanjukra. Hát nagyjából olyan 73-74 százalék az ingatlan tulajdonosoknak már rendelkezik lakásbiztosítással, ez másrészt azt jelenti, hogy mintegy 1 millió lakás, illetve ingatlan nincs biztosítva, mivel több mint 4 millió lakó ingatlan van Magyarországon. Tehát azt látni azért, hogy az a biztosítók tapasztalata, hogy egy-egy ilyen katasztrofális időjárási időszak után egy picit megnövekszik az érdeklődés, és talán ezt a háromnegyedes arányt is feljebb lehet majd vinni egy picit még. És akkor áttérve az utas biztosításokra, ahol szintén növekedést tapasztalható, minek a hatására egyértelműen a koronavírus miatt kötnek többen biztosítást most? Hát a bizonytalanságok korábban felértékelődik minden, ami egyfajta biztosítás bizonyosságot jelent, és én azt hiszem, hogy korábban a becsések alapján azt tudtuk mondani, hogy a külföldre utazóknak nagyjából az 50%-a köt biztosítást, én azt gondolom, hogy azért ez az arány most kicsit megemelkedhet, mert hát aki most külföldre utazik, utasbiztosítás nélkül, az önmagával és a családjával és szemben is eléggé felelőtlenül viselkedik. Ez egy picit egy ilyen orosz most szerintem. Mindenképpen. De egyébként is az, tehát mindenfajta védelem nélkül, betegség, baleset biztosítás nélkül egy idegen országba, idegen környezetben látogatni, az mindig rizikó, de talán most még inkább érzékelhető, és azt hiszem talán ez tudatosodott is a, a, külföldre utazókban. Ez a fajta bizonytalan helyzet és ugye az újfajta úgynevezett biztosítási események, mint mondjuk egy karantén vagy egy betegség, ez hogyan befolyásolja a biztosítók kínálatát, Olyan, milyen termék jelentek meg ezzel kapcsolatban. Hát először is el kell mondanom, hogy egy nagyon erős versenypiacról van szó. Csak a Mabis tagjai közül kilenc társaság foglalkozik utasbiztosítással, és még ezen kívül is van öt határon átnyúló biztosító, amely kínálja a termékeit a magyar piacon is. Tehát valóban nagyon széles a kínálat, és éppen ezért érdemes átgondolni, hogy milyen jellegű biztosítást akarunk kötni. Általánosságban elmondható az, hogy a biztosítók az elmúlt időszakban az utazók javára változtattak a feltételeiken, és jellemzően a COVID már sehol nem minősül kizárási oknak, tehát térítenek a COVID-os megbetegedés kapcsán, illetve hát. Elérhető már a piacon olyan biztosítás is, amely karantén esetén térít, tehát hogyha nem betegszem meg, csak külföldön karanténba kerülök, adott körülmények között és meghatározott limitösszegig egyes biztosítók vállalják ennek is a fedezetét. Most ugye azt látjuk, hogy különböző országokra különböző szabályok érvényesek, ugye különböző papírokat kérnek a határátlépéshez, vagy akár egy létesítménybe, vagy valamilyen turisztikai látványosság megtekintéséhez. Mondjuk teszem azt, valaki márciusban lefoglalt egy utat valamilyen mediterrán országba, és aznap meg is kötött rá egy biztosítást. Ha időközben változik a helyzet, akkor mi történik? A biztosítás az, hogyan tud -e ez alkalmazkodni, vagy érdemes később kötni a biztosítást? Kétfajta biztosításról beszélünk, tehát van az útlemondási biztosítás, ami a szállás vagy repülőjegy foglalásától az utazás megkezdéséig tart, és ekkor jelent egyfajta védelmet. A másik pedig az utasbiztosítás, ami az utazás megkezdésétől az utazás befejezéséig tart. Különböző feltételek érvényesülnek a két biztosításra. Hát ugye az út lemondási biztosítást azt akkor érdemes, illetve akkor kell megkötni, amikor lefoglalom a szállás vagy lefoglalom a repülőjegyet. Az utasbiztosítást pedig hát az utazás megkezdése előtt, de itt is nagy a Kínálat, nagy a választék, nagy a verseny. Van már olyan biztosítótársaság, amely lehetőséget kínál arra, hogy az utazás megkezdése után és bizonyos körülmények között meg tudom kötni a biztosításomat. Nagyon szépen köszönjük Lambert Gábornak, hogy itt volt. Köszönöm szépen.